Továbbra sem tudni, mi lesz az egészségügyi dolgozók számára felkínált szerződésekben, de annyi biztos, aki nem írja alá a napokban, az kival rúgva. Majdani rendelkezésekre vonatkozó ígéretekkel tele a padlás, de az elemi matek szerint biztos, hogy az egészségügyi szakdolgozók jövedelme csökkenni fog az új keretek között. Egyes becslések szerint a műszakpótlék csökkentéssel, Havi 600 millió forintot, évi 7,2 milliárd forintot vesznek el az egészségügyben dolgozóktól. Aki ezt aláírja, az még nehezebb helyzetbe sodorja magát. A megoldás az, ha az érintettek tömegesen nem írják alá a ma még ismeretlen szövegezésű szerződéseket.